Sziasztok! Itt egy újabb tutoriál videó a Cubase 8 Automation channeljéről. A múltkori videómban már említettem ezt az Automation channelt, de csak nagyon érintőlegesen. Hogy mire is szolgál ez valójában? Amikor a Cubase-ben egy tracknek, vagy mondjuk akár egy equalizernek, vagy a mixernek a hangerő tolópotméterét, vagy bármilyen paraméterét automatizálva szeretnénk állítani, akkor a trackhez felveszünk egy ilyen automation channelt, kiválasztjuk a megfelelő paramétert, amit szeretnénk állítani, és ott szépen be tudjuk ugyanúgy rajzolni, mondjuk így, a különböző értékeket, mint ahogy eddig láttuk mondjuk egy hangerőnél, vagy bárminél. De hogy is néz ki ez a gyakorlatban, azt lássuk. Picit előkészültem ez a tutorial videóhoz, ezért létre is hoztam két sávot. Az egyiken egy ilyen tipikus plugged hangszer fog szólni, a másikon pedig egy dobsáv, amin szeretném majd bemutatni ezeket az automation dolgokat. Hogy is szól most ez így alapból, tehát minden állítás nélkül, azt hallgassuk meg. Tehát így szól alapjáraton önállóan a dob. Így pedig ez a plugged hangszer. Nézzük először ezt a plugged instrumentet. Mint ahogy látjátok, ez a Nexus VST instrument, nagyon szeretem, nagyon sok kiegészítő csomagja van, aminek nagyon szép hangjai vannak. Ebben választottam most ki ezt a plugged hangzást. Ennyi, semmi extra. Valamint bekapcsoltam hozzá a master filtert. Na most, amire érdemes majd figyelni, ez a cutoff. Tehát elindítom a zenét. És látjátok, ahogy állítom a cutoffot, változik ez a hang. Nagyon jó. Na most, hogy jöjjön ez az Automation Channel, amiről eddig beszéltem. Kattintsunk jobbegér klikkel a track nevére. Itt válasszuk ki ezt, hogy Show Automation. Na most alap esetben mindig a hangerő automatizációja jelenik meg, de ide kattintva egy legördülő menüben megjelennek a többi paraméterek. Na most defaultból itt mindig a Cubase-nek a saját paramétereit látjuk, de ugye mi most a VST instrument egy paraméteret szeretnénk állítani, azt itt a More menüpont alatt lehet elérni, itt is van a trackem neve, ezt kinyitva itt meg is jelennek a VST instrumentnek a paraméterei, és ugye ebből mi a master filternek a cutoff paramétereit szeretnénk állítani, ami az MST cut. Jó, meg is jelent. Alap esetben két nagyon fontos gomb van ezen az Automation channelen. Ez az egyik a Write Automation, illetve a másik a Read Automation. A Write Automation-t, hogyha bekapcsoljuk, akkor azzal azt érjük el, hogyha ezt a paramétert egy MIDI billentyűzetről szeretnénk állítani, vagy pedig magát itt a pluginen tekergetve ezt a kis tekerőcskét. A Read Automation pedig nyilván arra szolgál, hogy olvassuk ezt a tracket. Most hogy is működik ez? Tehát, hogyha megnyomom a Write-ot, tehát azt mondjuk, hogy Write Automation, mondjuk most, hogy lássátok itt a pluginen keresztül, elindítom, mondjuk kezdjük így legfelülről, inkább mégis így alulról, elindítom a számot, és mint láttátok, ő szépen felvette, ahogy tekertem a potmétert. Csodálatos. Ezek után persze kézzel mindig bele lehet nyúlni, hogyha én valamit állítani szeretnék, ugyanúgy rakok egy pöttyöt, és lehet húzogatni, vagy egy meglévő pöttyöt már így elkapok. Tehát jelenleg csináltunk egy ilyet, és hogy most megnézitek megint a plugint, akkor itt látszik is, ahogy mozog a kis tokarú potméter.
tökéletes. Most pedig nézzük meg a dobsávunkon, milyen automation-öket is lehet, illetve szoktam használni. Itt is nyomjuk meg a jobb egérglombot, Show Automation, ugye megint a hangerő automation-jét dobja be alapból, viszont itt most én ezt a Low Cut Frequency Input filtert fogom választani, és azt mondom neki, ezt viszont kézzel fogom berajzolni, hogy legyen egy kis változatosság. Mondjuk idáig így menjen föl, majd mindjárt meglátjátok, hogy ez mit is csinál igazából, illetve itt a végén gyorsan menjen teljesen le. Na most, hogyha ezt meghallgatjuk, ez a tipikus, amikor letekerem róla a basszust, ugye? És a végén visszajön. Tehát röviden és tömören ennyi. Ezen kívül lehet még játszogatni, hogyha itt vannak ilyen gombok, hogy Hide Automation, és utána már van ilyen Show Used Automation, olyankor mindent visszarakja, ami használva van. És akkor röviden egy ilyen kis fincsi dolgokat lehet előállítani. Ha egy másik paramétert is szeretnék állítani egy sávon, akkor már egy meglévőn kiválasztom ezt a paramétert, mondjuk legyen megint a VST instrumentünkön, mondjuk a delay-nek a mixét, úgy, és akkor szépen itt is beállítgatok ilyen kis kézzel most csak, hogy látszódjon, hát ilyen picit így az egyes takkokon kicsit megszórjuk a delay-t, és hallgassuk meg. Ja, ezek után, hogyha jobb egérklikkel megint rákattintasz a trackre, és azt nyomod, hogy Show Used Automation, akkor kirakja az összes használt ilyen automation-t. Ha szeretnénk kitörölni egy ilyen automation csatornát, akkor jobb klik az automation csatornán, Select All Events, majd egy Delete gombbal kitöröljük. Illetve ezzel a Read Automation-nel ki tudjuk kapcsolni, és akkor már is visszakaptuk az eredeti hangzásunkat. Ami még esetleg hasznos lehet, hogyha több automation-t használunk egy csatornán, akkor van még itt egy olyan gombocska, hogy Mute Automation, és ezzel éppen csak az aktuális automation csatornát nyújtoljuk le. Ennyit szerettem volna a mai videóban megmutatni. Mint ahogy azt ti is érzékelhettétek, ezzel az automation channel-es dologgal a Cubase-ben szinte már csak a képzelet szab határoknak a zenei egyéniségednek, illetve hogy az általatok jól ismert zenei hangulatot, hangokat megvalósítsátok. Amennyiben tetszett a videó, látogass el Facebook oldalamra, zenéimet pedig meghallgathatjátok SoundCloud csatornáimon. Sziasztok! Szúrjunk be egy új instrument tracket, válasszuk ki a Real Guitart. Így van, meg is jelent. Na most első ránézésre picit bonyolultnak tűnik ez a felület, de megmondom őszintén, hogy én ebből nagyon-nagyon sok mindent nem szoktam használni, sőt mondjuk azt nagyon kevés dolgot. Amiért én igazán szeretem ezt az instrumentet, az a hangja.